Most így egyből a meccs után mi az erősebb? Az, hogy meg lehetett volna a pontszerzés vagy a győzelem is, vagy az, hogy a Tatabánya egy nagyon jó meccset játszott a Szegeddel? Először is le a kalap a srácok előtt, mert tényleg az, hogy Szegeden egy ilyen kiélezett mérkőzést tudtunk játszani, azért ez egy nagyon nagy szó. Szerintem senki nem gondolta volna. Azért tudjuk, hogy egy BL csapatról beszélünk, nagyon jó játékosokkal, az, hogy jelenleg egy hullámvölgyben vannak, biztosak vagyunk benne, hogy minél hamarabb ki fognak ebből kászálódni. Az is mutatja, hogy nagyon sokáig meccsben voltunk, sőt, ezt kell, hogy mondjam, hogy a végén az X-ért támadhattunk volna, de nyilván belőtték azt a labdát. Egy nagyon jó tartása volt a csapatnak, sajnos hátul most kevesebbet tudtam én személy szerint segíteni a csapatnak, ez nyilván nagyon bánt. De amire készültünk, amire taktikailag fel voltunk készítve, azt kaptuk, és hát természetesen kicsit azért fanyali a szánk széle. Hát azt hiszem, hogy te is tudtál segíteni valamennyit, és amit megjegyeztem, hogy a cserét, egy nagyon fiatal kapusról van szó, hogy Nagy Benedek stoppott. 2001-es születésű, igen. Tehát akkor mondani, hogy utánpótlás a csapatnál is, de nem, mint hogyha te a múlt lennél. Szóval azért bíztató a kapusposzt, és én megnéztem. Igen, Benni remekül szállt be, megbeszéltünk mindent, ugye külön készülnek a kapusok videózésekkel, ugye megkapjuk a Borobics Harisztól a vágásokat, ő az, aki minket mindig felkészít. Szerencsére tényleg jól szállt be még egyszer, megvoltak azok a, hogy is mondjam, lövések, amikre készültünk, úgyhogy nagyon ügyes volt. Igen, és összességében tényleg jó volt a csapat. Hát azt hiszem, az eddigi eredmények is azt mutatták, hogy a Tatabánya beszállt, bejelentkezett a harmadik helyre, és azt hiszem ez a meccs is megerősítette. Itt a Tatabányának minden meccs egy nagyon komoly, nem? Mert ugye a háta mögött sincs akkora különbség, meg most már ezek szerint lehet, hogy előre sincs. Előre fele, hogy legyünk azért őszinték, sokkal nagyobb rés van. Tehát ezért a két BL csapat azért szerintem mi semennyire sem közelítjük meg, de amikor van egy számunkra jobb nap, és esetleg a Szegednek vagy a Veszprémnek egy rosszabb napja, akkor nyilván tudunk egy jó mérkőzést játszani. Nyilván a Szeged a csütörtöki mérkőzés után ugye fáradtan érkezett ebbe a mérkőzésbe, és az előbb említett hullámvölgyet próbáltuk esetleg a mi javunkra fordítani, vagy pedig meglovagolni. Tényleg, ahogy már beszéltünk róla, egy kicsikét van hiányérzetünk. Hát majd aztán lesz még ennek a Tatabánya, majd tavasszal egy visszavágója, hogy lehet, hogy óriási tétje lesz annak a mérkőzésnek. Meglátjuk majd, hiszen azért vannak sérült játékosaik a Szegednek, nekünk ilyen a padunk, tehát nálunk már nem tud más visszajönni, vagy becsatlakozni. Azt azért tudni kell, hogy itt minden játékos BL játékos, nagyon hosszú cseresoruk van, és tényleg, hogyha arról van szó, szerintem ők akár három mérkőzést le tudnának játszani egymás után. Nekünk azért a 60 perc is megterhelő olyan szinten, hogy amint változtatunk taktikailag, illetve jönnek a cseréink, akkor lehet, hogy ez egy olyan törést tud esetleg meghozni a pályán, amiből, ahogy a mai napon is látszódott, esetleg plusz rendületet tud venni ugye az ellenfél. És végül, ha már a Szeged sérült helyt említetted, Mikler Roland is köztük van, ami a válogatottban fontos a te szempontodból. Most itt mondtam, hogy itt beszéltük, hogy a válogatottról az essen szó. Ugye két selejtező meccset játszottatok maga biztos győzelmekkel. Akkor arról is érült volt már azokon a mérkőzéseken, illetve hogy neked a szerepet is hogy néz ki a válogatottnál? Nem tudom éppen, hogy a sérülés akkor milyen stádiumban vagy milyen fázisban volt, azt tudjuk, hogy ott ugye mind a két mérkőzésen játszott, mind a két mérkőzésen jól játszott, utána visszajött Szeged, és utána kellett ugye kihagynia a veszprémi mérkőzés, és utána jött ugye a műtét, ezúton is szeretnék neki mi hamar felépülést kívánni, meg jobbulást. Azt azért tudjuk, hogy ez csak egy tisztításról beszélünk, tehát ez egy pár hét, ha jól tudom, már el is kezdte a rehabilitációt. Én biztos vagyok benne, hogy egy pár hét múlva, sőt, hát én is remélem, hogy minél hamarabb vissza tud jönni a pályára, és akár még a BL fordulókon is tudnék játszani. És mikor kezdődik az összetartása a válogatottal? Ugye januárban, most gyorsan így november számolok, hogy ugye vannak fordulók, és hogy még utazókeret ugye nincs a VB-re. Nincs ugye nekünk január közepén kezdődik ugye a világverseny, általában ilyenkor decemberben kezdődik majd meg ugye a felkészülésünk, azt tudjuk, hogy az utolsó fordulónk az december közepén lesz,
és hát nyilván az utazókeretet majd a szövetségi kapitány fogja kijelölni, illetve a felkészülési keretet. Nyilván mindent megtesz majd mindenki, hogy az olyan nagy szerepeljen. És ez már kvalifikációs VB is lesz ugye az olimpiára, tehát ez egy rendkívül fontos. Így van, így van. Tehát amit az előző olimpia előtt elszalasztottunk, ugye a 9. helyezésünkkel, bár akkor is volt még lesélyünk, csak ugye Brazília nem nyerte meg ugye az amerikai selejtezőt. Nyilván mindenki nem szeretne egy olimpián legalább egyen részt venni, mi is tudjuk, hogy ez azért eléggé nagyobb súlya van ennek a világversenynek, és szeretnénk ott lenni azon a pozíción legalább, hogy kvalifikációs tornán részt vessünk.